nyilvános felnevezési tárgyalás alapján meghozta, és majd akkor kihirdette a következő végzést. A hivatali visszaélés büntette miatt és társai ellen indított büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék 2012. március 19. napján kihirdetett 3B924/2010/33 számú ítéletét a felnevezésre büntetett másodrendű és harmadrendű vádlottra tekintetére helyre hagyja. Köszönöm, kérdezik volna. Kérdezik, hogy a tárgyalás során került sor a kiemelt ügyeknek a szabályoknak a hatályosulására, e tekintetben is minden megfelelt a törvénynek, az első fokú bíróság eljárása. Azt nem mondanám, hogy számtalan, mert ez négy félreérthető, mert ők tudjuk számolni, de legalább 8 vagy 10 eseti döntésében kifejtette már azt a perlitelt, ami az önváltó kötelezést csinálnám, és elhelyezését sem megfelelően, és a szolgálati útnak egyes megállapítása is eltéklen az adott tartalmától. Az egyes történeti tényállás tekintetében meghatározta a másodfokú bíróság az érintett gépjárművek típusát. Ezek technikai jellegű kisebb mértékű kiegészítések, minden időszak, ami a cselekmények megítélésére is jelentőségre bírhat. 2009. január 9-én 9:30 perc alatt juttatás teljesítése, amit részben megállapítása, mert a törvény a tényállásos kötöttség legnagyobbsége nélkül lehetőséget biztosít, hiszen a vállalatok javára és a ténylegesen a kísérése, az átkísérése már nem kerül sorra, hogy a gépjárműjára átadott ez a pont. Megállapítok továbbá, hogy a segítségét kérő személyben helyesen körül. Kétségtelen, hogy rendkívül ellentétes volt a bizonyításomra a bizonyítékok értékelése során elsősorban hangsúlyt